Hello mindenkinek! Ez itt a Game Archivum legújabb végigjátszása, ami lehetne egy folytatás valaminek, lehet akár egy ilyen nosztalgiázás, de azt mondanám, hogy egyik se. Meg azon gondolkoztam, hogy ez most legyen egy Dafag gameplay is egyben, vagy ne, vagy inkább legyen végigjátszás. De a lényeg az, hogy ez most nem más, mint a Day of the Zombie. És hogy miért kezdek bele ebbe az egészbe? Ugye azt kell tudni, ugye Kast nemrég csinált egy végigjátszást ebből a játékból, és elmondása szerint drága barátom nagyon nehezen talált rá a játékra, és egy orosz verziót kaparintott meg, ami nagyjából sikerült elindítania, de majdnem olyan hasonló hibákkal küszködött, mint a Land of the Dead-nél, ami a nála lévő verziónál az volt, hogy ugye mi mentést nem tudott csinálni, mert vagy kifagyott, és egy húzamra kellett végigvinnie. Hú, és hát ő normál fokozaton vitte ki, és hát nagyon szenvedett, és hát azért le a kalappal, hogy végig tudta szenvedni, kb. Egy hétig telt. Ezért igyunk rá. És alkoholmentes sör. Igen, ilyen vagyok. Na. Szóval ő végig szenvedte, ezt a játékot is végig szenvedte, és mondta a videó végén, hogy próbál majd egy angolos verziót begyűjteni, hogyha valaki segít neki. Hát én találtam egyet, és rögtön találtam is neki, de csak is neki ajánlom, ti kipróbálhatjátok, de nagyon nagy felelősséggel. Csak is saját felelősséggel ajánlom ezt a játékot, mert hát az elődjéhez képest, ahogy ugye emlékeztek a Land of the Dead című játékra, amit ugye a Groove Games adott ki, és ugye a maga a Brainbox Games csinálta. Na most a Brainboxnak ez a, hogy mondjam, ez a második játéka, második egyben utolsó játék, nem is második. Ugye azt kell tudni, hogy a Groove Games ugye 2001-től 2009-ig adta ki adott ki játékokat, főleg a Jarhead meg a Brainbox Games-nek a játékait adta ki, de volt köztük egy Reed Software játék, ami lehet, hogy az egyiknek az álneve, aztán egy Cyberlow Studios is volt. Mit kell tudni, rögtön szögezzük is le, hogy mit kell tudni erről a stúdióról, milyen fajta játékokat adtak ki, például hát nem nagyon ismeretesek, hát ilyen Devastation, Incoming Forces, Snowcross Extreme, ez volt a legelső játékok 2002-ben. Egyébként ez egy kanadai, torontói játékcégről van szó. Mi volt a legelső játék, ami nagyon híres volt az embereknél, és még maga Freddy D. is bemutatta, hát ugye emlékeztek azt hiszem a CTU Merib Sharpshooter 3-at mutatta be ő, úgyhogy azt tudjátok, az egy 2007-es játék volt, amit a maga Jarhead Games adott ki. Ez volt az a másik cég, ami a Brainbox Games mellett volt híres. És hát egy nagyon sok játéknál kecseskedett. Ők adták ki például a nagyon gáz Duke Nukem Forever konzolos verzióját, és a multiplayerben is ők kecseskedtek. Akkor PC-re a Die Hard Nakatomi Plaza-t, a Medal of Honor Heroes 2-t PSP-re, a Need for Speed Undercover PSP verzióját, illetve a Transformers Revenge of the Fallen filmadaptációs rondaságot PS3-ra, X360-ra és PC-re. Illetve nem ők csináltak a PS2-es verziót, ami még más, az még egy másik tészta. De visszatérve ugye a Jarhead Games, ők adták ki például ugye Freddy D. bemutatta a Merry Sharpshooter 3-at, akkor ők csináltak a 3-at, az elsőt, a második, meg a harmadik Sharpshooter játékot, és azt hiszem van egy negyedik is. Igen, az volt az utolsó előtti játék, még a 2008-ban, az volt az utolsó Merry Sharpshooter játék, és igen, Freddy D.-nek beigazolódott a dolga, ami szerint, hogy van negyedik rész, tehát négy igen, meg Freddy D. bemutatott egy másik játékot, a 2004-es Marine Heavy Gunner Vietnamot, de azt nem a Jarhead Games csinálta, hanem a Brainbox Games. És elvileg
ez volt a második játékuk a Brainboxnak, ugye a Desert Thunder volt 2003-ban az első játékuk a Brainboxnak, illetve Rocker Lalina 2003-ban ott volt az a játék, amit ő mutatott be, azt hiszem a Western Outlaw Wanted Dead or Alive, azt is ők csinálták, de a Jarhead Games csinálta, de ugyanúgy a Grum Games játék könyvtárába tartozik. Szóval vannak itt ilyen dolgok. Meg hát a WW2 Sniper, World War II Sniper Call to Victory, szerintem az is oda tartozik, ami más néven Battlestyle Call to Victory. Ezt is Freddy Demon bemutatta, szóval... Amit a Szinti Interaktív adott ki. Tehát szóval van itt egy csomó játék, ahol ilyen összeesküvések vannak, és hát hú, nagyon kemény dolgok vannak. Na mindegy, tehát vannak itt olyanok, illetve a Battlestyle harca csodafegyverért, az is tőlük van, az is a Direct Action Games-től, ami később átvette a Szinti Interaktív. Szóval itt van minden olyan játék, amit hát Freddy D. Laliban beutatott, és Kast, meg én is végigjátszottunk. Ugye 2005-ös Land of the Dead, Road of Fiddler's Green, ez volt az egyik. És a Brainbox Games, mivel befejezték a Sharpshootert, kiadta az utolsó zombi játékát, egyben a második zombi játékokat, tehát ez az a Day of the Zombie 2009-ben, ami egy kalapszar játék. Konkrétan fogták a Land of the Dead-nek a mechanikáját, és teljesen ráraktak egy teljesen másmilyen köntöst. Ugyanazt a zombi játékot kaptuk meg, még a főmenüben is látszik, ugyanazt a játékot kaptuk meg, csak másmilyen köntösben és másmilyen sztori. De még a sztori is nagyon érdekes, és emiatt a játékmenet is nagyon furcsává változik át. És igen, ez volt a Groove Games-nek az utolsó játéka, egyben az utolsó koporsó szög, mert ezután nem tudni, nincs hivatalos jegyzet arról, hogy mi történt a stúdióval, nyilvánvaló, hogy becsődölt, amilyen szarjátékokat adtak ki. De valamiért el tudták adni, de valamiért mégsem tudták megtartani az állásokat, ezért szarrá ment minden. Na viszont, beszéljünk a játékról! Hát, szép háttér, hasonló főmenüt kapunk, mint a Land of the Dead-ben. Tehát az egész játék inkább arról fog szólni, az egész végigjátszás, hogy közben egy kritikát is mondok, miszerint a játék konkrétan fogták a Land of the Dead-et, és abból csináltak egy új játékot, de egyszerűen konkrétan, amit ha ugyanazt csinálták volna meg még egyszer, csak egy másik köntösben kiadták még egyszer. Hogyha az valakinek az nem jött be, akkor ez valakinek bejön. Csak az a baj, hogy a Land of the Dead-ben annyi szikra volt, sztorilag, játékmenetileg, volt egy csavar, hogy a sztori vitte a hangsúlyt, meg a szereplőnk, és ezzel meg tudod koronázni egy filmet, ami meg ráadásul nagyon is jó volt. De ez viszont meg mesél valamiről, és még leghülyébb módon zárja le, itt is, még a beállítások is ugyanazok. Minden ugyanaz. És egyébként tényleg egy ilyen két órán belül végig lehet vinni a játékot, és emlékeztek, a Land of the Dead-ben 26 pálya van, itt kb. Kapunk fejezeteket, amik maguk a pályák, kb. Olyan 14 pálya. Rövidebb a játék, rövidebbek a pályák, de a legrosszabb. 2009, hogy milyen jó játékok voltak, Left 4 the Dead 2, Ha tőlem kérdeznétek, emlékeztek még a Harry Potter sorozatra? 2009-ben megjött ki? Még a hatodik rész jött ki, ugye a Félvérherceg, az a csúf, nagyon bősz ronda játék. És ugye egy évvel később jött ki ugye a Halál ereki első része, és ott is az volt a probléma, hogy folyamatosan olyan pályákat használtak újra, tehát nem voltak új pályák, hanem fogtak ötöt, és azt használták újra különböző perspektívákból. Na, erre a játékra is ugyanegy ez az. Lehet, hogy az EA Bright Light ettől a játéktól lopta az ötletet. Hogy a két pályát használtak föl minden egyes alkalomkor. Félek, hogy lehet, hogy így van. Na mindegy, eleget pofáztam már 9,5 perce, de tudjátok, hogy mi fánteren nálam az, amikor valamit bemutatok, akkor arról muszáj beszélni. És Kast érdekében is egyenezt fogom tenni. Úgyhogy easy fokozaton, mert nem akarok szenvedni, a szokásos nevemmel indítok egy új játékot. Egyszer már végigvittem a játékot. Egyszer végigvittem, szóval nagyjából ezért is vagyok egy kicsit felhúzva, hogy konkrétan pedig nagyon jól indul. És ráadásul be fogtok szarni, több cutscene kapunk, mint az előzőben.
első chapter. Nincs is a pályáknak nevük, fejezetekre van osztva. As our day begins, Johnny and his roommate Susan are preparing for midterms. Then the plague began. At first, Johnny fears for his safety, locking himself in his dorm room. But what of his pretty girlfriend? Hi, you reached Erica. Leave me a message. Erica, it's Johnny. Something crazy is going on. There are goddamn zombies on campus. I know that sounds insane, but it's definitely not a prank. I hope you're still at the library. Hang tight. I'll be there as soon as I can. Call me when you get this. No, és akkor most mondom a lényeget. A lényeg arról van szó, hogy kitört a zombi járvány. És ebben a játékban nem egy, hanem három szereplőt fogunk irányítani, akik a sztoriban jártasak. Tehát a lényeg az, három főszereplőnk lesz, tehát egyből nem egy emberrel fogjuk végigtolni az egészet, hanem három különböző karaktert fogunk irányítani. Itt van rögtön az első, és milyen jó, ilyen képregényesen indul az egész, tehát egy képregényt olvasunk, és kb. Ezek a rajzolásos technikák olyan, mintha az IDW-nek a munkáját látnám, de mint egy kicsit kereszteznék a Walking Dead-es képregény verzióval, de erről nem tudtam információt gyűjteni, erről csak így látszatból látom egy ilyesmi, elég érdekes. Szóval egy koliban vagyunk, egy koleszban vagyunk, és hát kitört a zombi járvány, és akkor itt van ez a csaj, akit ugye keresünk. És ugye most az a lényeg, hogy bebarikádoztuk magunkat, és ki kell menekülnünk, és el kell mennünk a könyvtárba megtalálni a csajt, mert ugye ez nem a barátnőnk, hanem ez a szobatársunk. Egyébként nagyon furcsa, hogy Amerikában most vagy a tényleg divat az, hogy mindkét nemű egy szobában lehet, pedig nálunk, magyaroknál ugye úgy van, hogy külön koli van a fiúknak, meg külön koli a csajoknak, egy kolin belül. Na de mindegy, nem feszegetem tovább ezt a szarságot. Hát fogták, tehát konkrétan fogták az előző Land of the Dead-et, és akkor csináltak egy ilyen... Susan. Sikítás, zombi hörgés. Szerintetek mi történt vele? Tehát ő megzombult. Egyébként, ahogy láttátok, hogy nézett ki a képregényben, most hogy fog kinézni itt a játékban. Kicsit hangos. Igen. És akkor... Itt vagyunk bent a koliban, és akkor meg kell keresnünk most Susant. Most felkaptuk a baseball ütőt, ami nem igazán jó fegyver. És itt van Susan. Gyorsan megzombult egyébként. És én mindig a jobb klikket használom, mert van egy alaptámadása béve a bal klikkel, a jobb klikkel meg egy erősebb ütés, ami egy kicsit még egy stun hatása is van, amivel egy kicsit földre teríthetjük a zombit, aminek segítségével egy kicsit egy egérutat tudunk nyerni. Hát Susan, kinyírtuk a szobatársunkat, de most ugye menekülnünk kell. Find a way off this floor, reach the stairs of the hallway. Közben törnek be a zombik, és igen, ugyanazokat a zombikat kapjuk, ráadásul ilyen teljesen másmilyen skinekben láthatjuk őket, tehát ugyanazokat a modelleket fogták az előző játékból is, berakták ide, és lehet látni, hogy hogy néznek ki. De most nem szürkébeken néznek ki, hanem ilyen takonyzöldesen néznek ki. Hú, felmászott az ágyra! Te szemét! Igen, és lehet látni, hogy amikor akkor van véglegesen kinyírva egy zombi, hogyha már ragdollként össze-vissza ugrál a zombi. A pirulákkal ugyanúgy életet lehet növelni, az életnövelő táskákkal pedig egy full életenergiát lehet növelni. Tehát konkrétan semmi változás nem lehet látni az előző részhez képest. Tehát annyira lusták voltak, hogy nem raktak bele erősebb izét, jobb minőséget, jobb kilátást. Tehát ugyanazt a játékot kaptuk. És ahhoz képest meg sérülünk, meg a hörgő hangokat adjuk ki, ahhoz képest ugyanazt a Jack modellt kaptuk az előző részből, tehát hiába vagyunk különböző karakterekkel, ugyanazt az egy modellt fogjuk használni. És annyi a különbség, hogy amikor karakterenként váltogatjuk, akkor nem úgy azonokat a fegyvereket fogjuk használni természetesen. Ez be van zárva, akkor haladok tovább. Kicsit el vagyok tévedve. Ja, meg egyébként Kast nem vette észre,
De egyébként már rögtön itt a legelején be lehet gyűjteni egy kung fu könyvet egyébként, és ott van. Csak az a baj, hogy a játék ugye ezt rohadtul nem jelöli hivatalos fegyverként, hanem így csak így ki van emelve a többi tereptárgyból, és ott van, megnyomod, és akkor a I know kung fu helyett egy gongot hallunk meg, és így már megkaptuk a kung fu öklöket, és egy jó tanács, soha ne cseréljétek le a kung fu ökleiteket más fegyverre, mert elvesződik majd. És ez a legjobb fegyver a tűzoltó balta után, ugye emlékeztek az én végigjátszásommal korábban, ezt elmondtam, ugye kétfajta támadás van, bal klikkel egy ilyen gyors tüzelés és utána egy hosszú hurok, de a legeslegerősebb a gyors tüzelés a jobb klikkel, ezzel konkrétan erősebb és egy ütéses halált tudunk okozni minden egyes zombival. És az még a poén, hogy a zombik egymás mögött jönnek, akkor egyszerre kettőt is le lehet verni egyszerre. Most valamiért most... Igen. És egyébként észrevettem egy bugot, ami ki lehet játszani speedrunosoknál, hogy amikor betörik a falat, még egy kis lyukat csinálnak, de át tudsz menni a falon egyébként. Most nem tudtam illusztrálni, de ez többször előfordul. És ugyanazok a modellek támadnak meg titeket. Ja, és jegyezzétek meg ezt a kolit. Csak úgy a biztonság kedvéért, csak jegyezzétek meg. Oké? Csak jegyezzétek meg. Igen, most kijutottam, most az a feladatunk kijutni a koleszból. Igen, most lefele kell menni. Ja, mert mivel háromfajta különböző karaktert fogunk irányítani, most én most sem tudtam megmutatni, mindegy. Tehát át lehet menni így a falon, amikor így töri be a falat. Akkor át tudsz menni a falon, míg amikor be sincs törve. Rendesen. Szóval... Ja igen, ezt is nézzétek, ezt a zombit. Igen. Nagyon érdekes. Szóval haladunk tovább, és ugye mondtam, hogy három különböző karaktert irányítunk, és mindegyiknek három különböző fegyver arzenálja lesz. Tehát most itt külön feladat volt, hogy össze kellett gyűjteni a molotov koktélokat. De az a kedvencem, hogy három különböző karaktert irányítunk, és nem mindenkinek ugyanaz a fegyver arzenálja lesz. Oké, változatosság a köbben, megértem, de... Miért nem lehetne az, hogy az előzőt mentse el a másik karakter is? Oké, az nem lenne karakterhű, meg... Láttátok? Át tudtam volna menni. Na, szóval... Ezt jegyezzétek meg, hogy most nálam van konkrétan a kung fu ököl, meg molotov koktél. Ezt nagyon jegyezzétek meg. Most ezen a pályán. Ja igen, meg mint mondtam, igen, beszakad, igen. Látjátok ott bal oldalt most egy figura helyett egy zöld, egyébként egy ilyen kék csíkot láthatok, tehát nem Jack modelljét láthatjuk életerőként, hanem... ilyen kék csíkot, ami nem tudom mi akar ez lenni, és ráadásul ez olyan kék színű, és olyan ki van emelve a színe, mintha egy farmer anyagot látnék. De legalább látom, hogy mennyire van tele az én energiám. Aha, és akkor... Igen, ennek kell a kulcsát megtalálni, hogy itt tovább tudjunk haladni. Tehát betöri a falat, de azért átmegy a falon keresztül, tehát ez egy szellem. Ez is. Nagyon érdekesek ezek a bugok. Ezért is rossz a játék, hogy annyira bugos, nagyon bugos, tehát még bugosabb az előző rész az alapjátékhoz képest. Igen, akkor haladok. Elég itt már voltam, ez a kulcs. Ja igen, vissza kell mennem ahhoz az ajtóhoz, ami ugye ott be volt zárva, és ki volt írva, hogy kulcs kell hozzá. Hát akkor az vissza kell mennem, és akkor itt jobbra lesz. És értitek, ezt a részt már kitisztítottam, de néha ott előjönnek olyan helyen is, ahol még elő is jöhettek volna, de pont az utolsó pillanatban jelennek meg. Ezzel is akarták fokozni a jumpscare-eket, meg az ilyeneket. Meg...
annyira sötét a játék, tehát még a Mortiránál is sötétebb, hogy a gamma lemet a 70-ről fel kellett emelnem 1.0-ra, és most nézzétek meg, itt bemegyek, és nincs zseblámpa, és bemegyek, és így látom ezt a nagy feketeséget. Tehát ez lett volna a sötétség, amiben be tudtam menni, és ott nincs semmi. Hát olyan rosszabb, mint az Operation Raccoon City-nél. És ennyi volt a pálya maga. És ugye ez volt Johnny a koleszos srácnak az első sztoria, második fejezet. Itt most egy új szereplőt fogunk megismerni, egyben a második játszható karaktert. A Fenkott kollégiumnak a portása. When the plague begins, his only thought is to save his precious school. The power just went out. Those damn students. Pranks, the dean calls it. Pranks. Why am I the only one who cares about the proper order of things? Once I've made sure the rare books are okay, I need to sort out the generator again. Amíg beszélt a csávó, addig közben nem tudok rendesen mozogni, csak akkor, ha abba hagyta. Most vegyük fel a kulcsot a innen, és akkor menjünk lefele. Szóval itt enne, ugye van ez a csávó, ez a Hogarth, ez a, ő a portás, ennek a kollégiumnak a portása. És azt gondolja, hogy ez valami nagy csicskaság, valami nagy trükk, valami nagy poén az egész kollégiumban, holott meg ez egy hivatalos, tényleg kitört vírus zombi veszély van, és akkor ennek a karakternek a motiváció nekem nagyon furcsa számomra, tehát neki az a fontos, hogy megvédje a kollégiumot, hogy megmentse a kollégiumot a zombiktól, és megvédje a becsületét, meg a legfontosabb dolgokat összegyűjti, tehát nem értem, mire gondolt. Ez furcsa számomra. Na tessék. Ezt a kalapácsot minél előbb le kell cserélnem valamire. És akkor most itt vagyok a Colinnak a... annál a részén, ahol az informatikát szokták tartani, tehát ez a... informatika terem, vagy micsoda. A kalapáccsal az a probléma, hogy nagyon lassú a töltése, amikor jobb klikket használok, de a stun-on jó. És két ütésből nagyjából ki is ütjük a zombikat. Meg az a baj, hogy ez egy türelemjáték, tehát az alapjátéknál is ez volt a probléma, hogy amikor valakit megcsapunk ilyen stunnal, ugye, hogy megcsapjuk és így fölborítjuk, akkor meg kell várni, amíg föláll, mert a közben nem tudom megütni újra, csak akkor, hogyha újra egyenesbe áll. Arra gondoltam, hogy kettőt egyszerre leütni, de hát az fölösleges. Ó, oh, friendly fire a zombi, ne, ha beszarok! Ha-ha! Na, levertem a sapkáját. Na, ez nem rossz, de az még nem változtatott azon a tényen, hogy ez egy fos játék. Tehát nem annyira élvezetes, mint az előző rész volt. És akkor erre. Szóval a portál... szóval... áó! Szóval a gyerek, tehát Johnny-nak az a feladata, hogy megkeresse a barátait és együtt megmenekülni egy biztonságos helyre a zombi veszélytől. A portásnak, Hogarthnak az a feladata, hogy megmentse a koleszt a zombi támadástól. Láttátok, át tudtam menni a falon. Be se volt törve. Tehát nem az van, hogy menekülni ki a városból, hanem az a lényeg, hogy megvédje a kolit, és megkaparintani azokat a cuccokat, amik ne legyenek a tűz, meg a zombik martalékája. Értitek, mire akarok gondolni? És lesz majd egy harmadik karakter, akin meg hála Istennek az a feladata, amit egy átlagos embernek tudnia kéne, hogy ki kell menekülni ebből a tetves városból. Szóval... Annyira bírom ezeket a zombikat, itt az ajtó, de akkor is a falat töri be. És ez többször is előfordul. Vannak ilyen csomó játékok, ami annyira hülyén vannak megoldva, tehát például a... igen, visszatértek a négy lábon járó tetvek, amiket én utálok a legjobban. A We Happy Few-ra emlékeztek? Ó, itt a Winchester puska. És most négy tár helyett hatot vihetünk magunkkal. Igen, meg volt egy ilyen, hogy a célzás egy nagy útvarfos. Akkor lehet a legjobban célozni pontosan, hogyha legugolsz. Akkor automatice
minimálisra vált a célzóka, de egy a probléma, hogy most valamiért easy fokozaton nem két lövéstől, hanem három lövéstől múlt ki a zombi. És most annyit változtattak a Winchester puskán, hogy most nem négy, hanem hat tárat lehet most már benne tárolni. De most kérdem én, ezt miért nem lehetett így megoldani az alapjátékban is? Tehát vagy három, vagy két lövéstől hal meg, de pontosan a fejre célzok. Pontosan a fejre célzok. És akkor se. Tehát ezt furcsálom. Na, itt vagyunk a könyvtár. Ja, ez a könyvtár. Ez a könyvtár. A Kolesznak a könyvtár részlege. Vagy ez a külön könyvtár. Az a baj, hogy annyira egyformán beszélnek a könyvtárról, meg a Koleszról. Most az a feladatunk, hogy az áramot vissza kell kapcsolni, mert a zombi kikapcsolták. Eléggé furcsa módon, de ez a fő motivum. Ugye ide, itt kell lemenni. És össze kell gyűjtenünk azokat a fontos tárgyakat, amik nem szabad, hogy a zombik markában legyen. Két ritka könyvet kell begyűjteni. Na most valakinél hat a két lövés, valakinél meg a három. De az a durva, hogy itt bőségesen kapunk ammót, bármilyen fokozaton játszunk, akkor ezt felvegyük, ezt a könyvet, aztán a túloldat fel kell várni a másik könyvet. Nem értem, hogy ezek milyen ritkák, tehát biztos ilyen régi régi diáknaplók, vagy nem tudom, mik lehetnek benne. Ja, meg mennyit változtattak az előző játékban, ugye emlékeztek, amikor a négy lábból járó zombi közlekedik, akkor ilyen fogvacogást lehet hallani, hogy így folyamatosan vacognak a fogai, mint hogyha mínusz 100 fokon lett volna a gyerek. Itt most annyira van változtatták meg, hogy ilyen oroszlán mormogást lehet hallani folyamatosan. Ezzel lehet megállapítani, hogy most éppen mászóka jön a közeledbe. Na, most mindkét oldalról jönnek, már hallom is. Hát egyszerűen beazonosíthatatlanok, nézzétek meg. Úgy esett le, hogy a keze átlóg a polcon keresztül. Nagyon faszam. Megvan a másik könyv, ezt most nem értem, mi értelme. Most vissza kell állítani az áramot. De mi köze az áramnak a könyvekhez? De miért kell összegyűjteni a könyveket? Annyira nincs ez meg logikusan megmagyarázva, Még a képregény sem magyarázta el. Jó, akkor erre. Egyébként ez az a fémajtó, amit a zombik nem tudnak áttörni, ezt mindig érdemes becsukni. Jó, és ennyi volt, hogy meg kellett fixálnunk a generátort, és ezzel befejeztük a második fejezetet, jön a harmadik, egyben a harmadik szereplő megismerése. What happens when one man is left behind? At 1900 hours, we deployed at Fincott Memorial College to suppress the spreading infection, but soon lost our command post by an overwhelming population of the infected. No. I'm the only member of the squad to retreat to a safe location. I should have enough ammunition with me to rendezvous with the 2nd Ranger Squad in Zone 3. Ugye itt most megismertük a harmadik, egyben utolsó játszható karaktert, ugye Travis őrmestert, aki ugye két civil után a harmadik, aki egy kiképzett katona, és ugye ő a, hogy mondjam, a háború túlsó oldalán lévő személyiség, ugye a katona, akik azért lettek kiküldve, hogy megállítsák a fertőzést, és hogy ne terjedjen tovább, tehát likvidálni a fertőzött személyeket. És most ő az egyszemélyes hadsereg, hogy egymaga próbál likvidálni zombikat, de az a baj, hogy annyira sokan jönnek, hogy betörik hátul a gondozónak a...
hátsó ajtaját. Itt most végre a sniper úgy működik, ahogy az előző játékban kellett volna, hogy egy lövés a fejre és az instant halál, illetve nála tudjuk használni az M16-ost végre, illetve a Glock pisztoly is nála van. Tehát így vannak szétszórva a fegyverek a három karakternél, tehát nem az van, hogy egy karakter az összes fegyvert magához tudja ölelni, hanem alapból Johnny a védtelen kolesz gyerek, aki közelharccal, molotov koktéllal és revolverrel, később revolverrel tud majd harcolni, akkor ott van a portás, aki a Winchester puskát tudja használni, meg pluszban még közelharci fegyvereket, illetve van a katonánk, ugye az őrmester, aki sniper, Glock, M16-os, gránát és közelharcot tud alkalmazni. Tehát a katona az egyetlen, aki nagyjából túlélhetne az egészet, és meg is találtam újra a kung fu öklöket, így a fegyver arzenálomat így hagyom a francba, és haladok tovább, és igen, ezzel a kung fu öklökkel még az agy, a fajtókat is úgy ki tudom nyitni, mint a szart. Nagyon sokkal irány a labirintus, ami a gondozó mögött van. Egyébként nem annyira lehet benne eltévedni, szóval nincs probléma. És nézzétek meg! Nem annyira sok, de ez tömeg, gyerekek! Na ez aztán tömeg! Az alapjátékban, az eredeti verzióban, tehát a Land of the Dead-ben, ott csak a cutscene-ekben lehetett látni bazi nagy tömegeket. Akármilyen fokozatban játszottál, tömeget nem nagyon kaptál. Volt, de nem az volt, hogy bazi nagy tömegekben jöttek, de ennek a játéknak azért van egy nagyon pici pozitívuma, egy nagyon-nagyon pici, mert akkor is egy fos játékról van szó, hogy van tömeg. Ha zombi járvány van és van tömeg, akkor van tömeg, gyerekek. Na ez tömeg, oda nézzetek. És a kung fu ökleimmel egyszerre kettőt is le tudok igázni, tehát a... Bámulatos, tehát élvezetes, és megállás nélkül jönnek, azért azt hozzá kell tenni. Tehát valamelyik számlálja, hogy vannak olyan részek, ahol kötelező az írtás, de egyébként nem kötelező. Tehát csak átugorsz, és már nem is támadnak téged. És akkor át kell mennünk a túloldalra, és ki kell mennünk ugye a városba. Mondjuk most vidéken vagyunk, és most ki kell menni a városba, és ott tovább a városon keresztül a könyvtárba, meg a koleszba. Érdekes? Most ez eddig a harmadik pálya, amivel találkoztunk. Ó, kettőt egyszerre! Nem az, hogy kettő egymás után, hanem kettőt egyszerre! Na, ez a nem mindegy, gyerekek. És egyébként észrevettem, hogy ugrás közben... anyádat, hogyha ugrás közben átlósan mozogsz, tehát föl és valamelyik oldalirányba, akkor egy kicsit gyorsabban tudsz mozogni. Mit nekem ez a izé? És egyébként azt is észrevettem, hogyha oldalazva pattogok, akár csak a Country Justice-ban, nem vagyok sztrókos, bocsánat. Szóval, hogyha oldalazva ugrok, akkor inkább gyorsabban mozgok, mint hogyha egyenesen ugranék. Igen, milyen érdekes. A Land of the Dead harmadik pályánál is kellett egy erővág, láncvágó, amivel ki lehet nyitni a kaput. De ott meg a szomszédságba kellett menni. Itt meg... így meg a semmi buckázott két zombi. Már tele vagyok sniper, Glock és... M16-os töltényekkel, szóval... ide kellett jönnöm, itt a láncvágó. És mivel ugye a cutscene-eket látunk folyamatosan és képregényeket, ezért a rádiós közvetítéseket kivették a játékból. Tehát, hogy ilyen rádiós közvetítések, hogy mi történik a város a zombi járvány során, hogy hogy alakul át a város, miközben mi próbálunk írtani, addig ezek a rádió közvetítések, amik jó hangulatosak voltak, ezek most itten nincsenek. Mert minek? Egyszer már lenyomták ezt a poént, többször már nem akarták. És most vissza kell menni ide ez a kapuhoz. És akkor...
Nálam. Nem vettem fel a... De pedig felvettem a láncvágót. Most ne, ne. Ezt most nem mondod komolyan. Akkor visszamegyek, visszapattogok. Tehát baromi sötét van. Tehát hiába van világos, baromi sötét. Így is. Tehát hiába vettem, húztam fel a gammát. Sötét van. Fölvettem a láncvágót. Akkor ez most egy bug? Mert egyszer, amikor játszottam vele, akkor sikerült levágnom. Jézus ereje. Ezt most nem mondott komolyan, most bakoltam be. Azt mondja, cut the bolt at the gate. Hát megvan. Felve, akkor ezek szerint felvette, de nem jelzi mellette a tárgy jelölő. Ó, hogy rohadná meg! Azt mondja, csak úgy tudunk tovább haladni, ha felrobbantjuk a hordókat. És akkor megnyílik az út, valamilyen okván folytán. Ja. Szépen kikerüljük a lángokat, mert meg lehet kerülni. És akkor itt vagyunk a főúton, és akkor itt a kanyarnál be. Itt a nagy semmi zsákutca, és itt a vége. És hogy mi történt a katonapajtásunkkal, hát azt majd később megtudjuk. Negyedik fejezet. Na, kit irányítunk?